Eredetileg Eger egy püspöki lovagvár. Gábor Vitéz, az EKRI vitézlőoskola egyik vezetője kalauzolta az Örökségünk Védelme és Jövője konferencia résztvevőit a kazamatákon keresztül. Domokos György és csapata Itáliában kutatja azokat a levéltári emlékeket, amiket, mint fogalmazott, eleink nem vettek észre. Esztergom és Eger a két város, amire vonatkozó legtöbb dokumentum összegyűlt, és rengeteg levél, hivatalos dokumentum. Esztergom vonatkozásában még rajzok és freskók is előkerültek. Puskát az pofátot! Ízdítsd az karócot! Serpenyőt is! Istennek nevében! Tűz! A konferencián résztvevő vendégek és a várban lévő osztálykiránduló csoportok is láthatták a szakállos puskalövést és a korabeli fegyver és viselet bemutatót is. Elég sok olyan személyiséget emelhetünk ki, Hippolito de Estét, vagy 2-3 évszázaddal odébb Pirker János Lászlót, akik nem csak Egerben helyileg, hanem országosan is fontos személyiségei voltak a magyar történelemnek. A művészettörténész hozzátette, ezekre a nagy nevekre és a hozzájuk köthető történelmi eseményekre kapcsolódnak rá az egyetemek és a régészek kutatásai.